Közös énekléssel kezdődött a református gyülekezet időseinek baráti találkozója. A közösség tagjai negyedévente találkoznak, hogy beszélgessenek, megosszák az életük eddigi tapasztalatait. A rendezvény elején Léder Tamás ifjúsági segédlelkész a zenés áhítatban szentírási idézethez kapcsolódóan beszélt a közösség segítő erejéről. Amikor Izraelnek a törzsét megtámadják az amálekiek, és amikor megtámadják őket, akkor Mózes fölemeli a karját, és amikor fölemeli a karját, akkor az amálékiekkel szemben győzelemre állnak. De ugye elfárad a karja, és Mózes leereszti a karját, akkor viszont Izrael akkor viszont vesztésre áll. És az egészben az a csodálatos, hogy oda megy a testvére Áron, és oda megy még egy másik tag, akit úgy hívnak, hogy Húr, és ők tartják továbbra is Mózesnek a kezét. A segédlelkész hozzátette, a lényeg, hogy nem vagyunk egyedül. Fontos, hogy a tagok a negyedévek között is tartsák egymással a kapcsolatot. A mostani találkozón a résztvevők átbeszélték, mi húzza le és mi emeli fel a lelküket. Farkasné Péter Erzsébet példákat hozott, hogyan próbálja a mindennapokat idősként megélni. Nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk az életben, de az, hogy hogyan kell megöregedni, az nem. Azt most megélem, most élem meg. És hát nem könnyű. Nem könnyű az embernek az, hogy a testi problémáknak az előjövetelével, a betegségek megjelenésével hogyan tudunk mégis jót kisugározni, hogy a mi társaságunkban a fiatalok is jól érezzék magukat. Erzsébet hozzátette, fontos az ember hozzáállása, hogy negatívan vagy pozitívan állunk hozzá a dolgokhoz. Fontos az alkotás, esetleg napló írása, képeket beleragasztani, a gondolatokat pedig papírra vetni.